Míg korábban az önkormányzat felelőssége volt a helyi döntések meghozatala az intézmények működéséről, most központi határozatok szabályozzák mindezt. Ebből a szempontból könnyebb a helyzet, mondja Apelszófer Ágnes polgármester. Abból pedig nem, hogy az emberek kezdenek belefáradni a védekezésbe és a bezártságba. Nyilván mi is látjuk a híreket, és látjuk, hogy mennyi ember lesz beteg, és mennyi hal meg a betegség következtében. És mi magunk is, és én magam is egyetértek azzal, hogy szigorú intézkedéseket kell hozni ahhoz, hogy ez a tendencia legalább lelassuljon, és aztán majd megforduljon. De egy kicsit úgy bele is fáradunk, én magam is, meg úgy mindannyian a környezetemben és a városban is úgy látom, hogy már olyan jobban beletörődnek az emberek talán, ami még egy évvel ezelőtt olyan csodaszámba ment, és az emberek nehezen értették meg ezeket a dolgokat. Én azt látom, hogy részben beletörődnek, részben pedig nyilván azok a hangok, amik egyébként teljesen jogosan vannak, azok is egyre erősebb. A legnagyobb probléma a gyerekelhelyezés kérdése a városban. Bár az iskolák, óvodák bezárnak, aki nem tudja megoldani a problémát, annak biztosítja a város a gyerekfelügyeletet. Tavaly még nem tűnt úgy, hogy ez egy évig fog tartani, és most meg úgy tűnik, hogy lehet, hogy még ebben az évben is tartani fog. Tehát, hogy a végét nem látjuk ennek, az a baj, ebben én azt gondolom. De most azért egy mondat erejéig visszatérve például azokra a szülőkre, akik a iskolás, óvodáskorú gyermekekkel otthon kell, hogy legyenek. Értelemszerűen a mi intézményeink is gyermekfelügyeletet biztosítanak. Ugye szombaton jelent meg az a kormányrendelet, amiben erre felhatalmazást és utasítást is kaptunk. Úgyhogy hétfőtől már az iskolában is és az óvodában is gyermekmegőrzés van. Tehát ugyan április 7-éig ezek a létesítmények zárva tartanak, de azok a szülők, akik igazoltan nem tudják a gyermeküket otthon tartani, értem ezzel azt, hogy a mondjuk munkahelyi igazolást visznek, vagy olyan betegek, hogy nem tudnak a gyerekekre vigyázni, a számukra az iskolában is és az óvodában is gyermekfelügyeletet biztosítunk, és ott étkezést is biztosítunk. Amennyire lehetett, mindenkit hazaküldtünk, és csak a legszükségesebb készenléti személyzettel dolgozunk, mondja Tolna polgármestere. De ez nem csak az oktatási intézményekre, hanem a kulturális központ dolgozóira, de még a polgármesteri hivatal munkatársaira is vonatkozik. Ügyelet van mindenhol, mondja a Apelszófer Ágnes. Annak semmi értelme nincs, hogy az emberek ott, a dolgozóink ott fertőzzék egymást. Ezt a két hetet, ezt lehetőség szerint, hogyha van nyilván valami olyan ügy, amit telefonon vagy elektronikusan el lehet intézni, azt intézzék. De egyébként most mindenki maradjon otthon és vigyázzon magára. A hivatal most már talán egy fél éve is nem fogad személyesen ügyfeleket. Ez azt jelenti, hogy a kapuk zárva vannak, minden nyomtatvány az előtérben megtalálható, és van egy gyűjtőláda, ahova ezeket bedobhatják. Van egy kaputelefon, ahol személyesen lehet az ügyintézővel beszélni, illetve nyilván telefonon vagy elektronikusan elérhetők a dolgozók. Én most azt kértem a jegyzőasszonytól, hogy lehetőség szerint ebben a két hétben, ami ez a hét és a jövő hét, a dolgozók is maradjanak otthon, és minden osztályon egy-egy ember dolgozik, tehát hogy itt se legyen lehetőség arra, hogy egymást fertőzzék a dolgozók. Minden nap más jön dolgozni, de tartjuk magukat ehhez. Nagyon sokan jelezték azt, hogy nem feltétlenül tudnak otthon napi 8 órát dolgozni. Én azt mondtam, hogy ez most nem számít. Itt most az számít, hogy mindenki lehetőség szerint egészséges maradjon, és az ügyeket el fogjuk nyilván végezni azután, esetleg túlmunkában, de most minden osztályon egy ember dolgozik. Az oltási program lebonyolításában a város felajánlotta a segítségét. Egy a Szekszárdihoz hasonló oltópont kialakításának terve is felmerült, amelyben a művelődési ház munkatársai is dolgozhattak volna. Pillanatnyilag, mondja Apelszófer Ágnes, nem szükséges az oltópont beindítása, mert a házi orvosok a saját rendelési helyükön ellátják az oltási feladatokat.